Köszöntelek benneteket! Tartott látjátok élőben, jó magam, én a Vendi lennék, és ti pedig ugye a Fix TV informatikai műsorát látjátok. Kezdjük is rögtön a legfrissebb hírekkel, és akkor utána a műsor második felében természetesen a képernyő alsó részén olvasható elérhetőségeink valamelyikén keresztül hozzá is tudtok szólni a műsorhoz, illetve aki szeretné, már akár most is hozzászólhat, mondjuk a Facebookon, facebook.com/fixhd, és akkor azokat majd folyamatosan ugye a műsor folyamán, ahogy elérkezünk odáig, be is olvasom, és igyekszem rá reagálni. A netes gyermekzaklatás ellen indult egy kampány, méghozzá Európa 29 országában, így Magyarországon is, online szexuális kizsákmányolás ellen indult tehát ez a kampány, jelentette be az ORFK bűnmegelőzési osztályának kiemelt főreferense. Szabó Henrik elmondta, hogy a kampány eredményessége érdekében készítettek egy kis filmet, amelyben arra hívják fel a gyermekek figyelmét, hogy mit ne osszanak meg magukról az interneten. A 10 perces kisfilm a YouTube-on is elérhető, angol, illetve egyéb más nyelveken is. Say no, így kell rákeresni, hogyha valaki szeretné megnézni. Jó kis, aranyos kis film lett, úgyhogy azt gondolom, hogy, vagy hát bízom benne inkább, hogy eléri majd a célját. A kampányban azt tanácsolják egyébként, hogy a személyes, a születésre, lakcímre, az iskolára, munkahelyre vonatkozó adatokat, telefonszámokat ne tegyék elérhetővé ismeretleneknek. Hát úgy mindenki, ez igazából mindenkire vonatkozik, de főleg ugye a gyermekek, akik itt leginkább veszélyeztetve vannak. Ne töltsenek fel intim képeket, illetve ne lájkoljanak szexuális tartalmakat se, mert ezzel zsarolhatóvá válnak a bűnözők szemébe, illetve pedofilok áldozataivá válhatnak a fiatalok. Szabó Henrik azt is elmondta, hogy a szülők nehéz helyzetben vannak, hiszen a korábbi generációk még nem használtak számítógépet, korábban nem volt internet, így sokszor nem tudnak tanácsot adni a gyerekeknek. Ezt az űrt próbálja pótolni a kampány iskolai foglalkozásokkal, illetve magával a kisfilm bemutatásával. Ahogy korábban erről már volt szó, egy nemzetközi felmérés kapcsán 10-ből 6 gyerek tapasztalta már internetezés közben, hogy valamilyen módon zaklatják őt, és a gyermekek 52%-a nem tudja, hogy hova forduljon segítségért, hogyha ilyet tapasztal. Hát elsőkörben a szülőhöz. Jó, kedves fiatal gyermek, ha éppen ezt a műsort nézed, akkor elsősorban anyukádhoz, apukádhoz tessék fordulni, és elmondani nekik szépen mindent, és akkor ők majd bízunk benne, hogy kitalálják, hogy mi a megoldás erre. Tényleg ajánlom mindenkinek a figyelmébe a kisfilmet, majd mi is valamikor szerintem le fogjuk vetíteni, de most erre sajnos nem készültünk, úgyhogy egy későbbi időpontban, szerintem azt a pénteki restart esetén, illetve restart extrában helyet fog kapni ez a kisfilm is, addig megpróbáljuk majd megszerezni vagy magyar nyelven, vagy valahogy lemagyarítani, bár nem árt, ha az ember angolul is tud ugye bár egy picikét. Jó, megyünk tovább. Holnaptól lehet ismételten olcsón venni játékokat a Steamen. Úgyhogy ezt most azoknak mondom, én nem nagyon játszom, de tudom, hogy sokan játszotok. Itt a stáb is nagyon örült a hírnek. Szokatlan forrás a PayPal, ugyanis ők leplezték le, hogy a Steam szokásos nyári kiárusítása meglepetésszerűen hamarosan meg fog kezdődni. A cég szerint ugyanis a Steam Summer Sale már június 22-én, azaz holnap, európai idő szerint este 7 órától indul, azaz ekkortól lehet majd több héten át megint rendkívül jó áron játékokat vásárolni. Azt, hogy mi és mennyivel lesz olcsóbb, egyelőre még nem lehet tudni, de hagyományosan ugye a Summer Sale keretében szinte mindenre lehet kedvezményeket kapni, ugyanakkor a rövid ideig tartó napi akció keretében néha brutális mértékű 50-60-70, akár 90%-os megtakarítással is hozzá lehet jutni viszonylag új, néha csak pár hónapos játékokhoz. Az akció idén vélhetően július 5-éig, azaz kerek egy héten keresztül fog tartani.
Két héten keresztül, bocsánat, hát már számolni se tudok, tehát két héten keresztül fog tartani. Ennek időtartama alatt érdemes lesz rendszeresen látogatni az oldalt, és akkor láthatjátok, hogy milyen napi akciók vannak, és hát ha nagyon olcsón hozzájuttok majd esetlegesen a kedvenc játékotokhoz, amit mondjuk eddig azért nem vásároltatok meg, és persze csak a demóval játszottatok, tehát nem valamilyen más formából szereztétek be, mert drága volt, és most lehet, hogy jóval olcsóban is hozzájuttok, és akkor már érdemes megvásárolni. Jó? Oké. Mászunk tovább. Gyorsabban töltődnek be mostantól a Google reklámjai. Ennek biztos nagyon sokan örülnek. A Google a napokban egy olyan változtatást vezetett be a reklám megjelenítő kódjai működésében, ami a hirdetéseket blokkolók által emlegetett egyik leggyakoribb panaszt orvosolja, ugyanis egy új, a korábbinál jóval hatékonyabb tömörítési algoritmus használatának köszönhetően mostantól a weboldalakba ágyazott reklámok gyorsabban és kisebb adatforgalom felhasználása mellett fognak betöltődni. Az új algoritmus a Google által még 2 évvel ezelőtt bemutatott Bratly, ami különösen a képek esetében drasztikus mértékben tudja csökkenteni az azok átviteléhez szükséges adat mennyiségét. Ez konkrétan akár 40%-ot is elérheti a klasszikus GZIP tömörítéshez képest, azaz majdnem megfelezi az adat mennyiséget, illetve a betöltési időt, de még a Google korábbi Zopfly nevű algoritmusánál is 20-26%-kal jobb eredményt jelent. Az új tömörítési eljárásra átállásból a felhasználók elvileg semmit sem fognak észrevenni, gyorsabb betöltési időt, illetve kisebb adathasználatot leszámítva, azt ugyanakkor csak akkor élvezhetik majd a kedves felhasználók, ha Chrome, Firefox, Edge vagy Opera böngészőt használnak. Az Internet Explorer, illetve a Safari ugyanis nem támogatja az új eljárás használatát, így esetükben a korábbi, kevésbé hatékonyabb módszerrel történik a reklámok betöltése. Tehát Mac-eseknél ugyanolyan lassan fog töltődni, meg iPhone-osoknál, hogy eddig. Az összes többi rendszernél nem. Vagy hát, hogyha Mac-en valaki Chrome-ot használ, akkor nála sem. Vagy Firefox-ot. És ha már Google, akkor az Androidról is essék szó. Az Eclair nevű 2.1-es verziójú Android kikerül a támogatott Androidok köréből. Azon felhasználók, akik még mindig olyan telefont vagy eszközt használnak, amin az Android Eclair Funkról elnevezett kiadása fut, rövidesen kellemetlen meglepetésben fognak részesülni. A Google ugyanis a hónap utolsó napjában megszünteti a mobilos rendszere 2.1-es verzió számú kiadásának támogatását, ezzel teljesen kizárva azt a piac térről, tehát a gyakorlatilag a 2.1-es Android verziót használó eszközök nem fognak tudni csatlakozni a jövőben a Google Play áruházhoz, ergo onnan nem lehet majd alkalmazásokat beszerezni. Bár maguk a szóban forgó Androiddal működő eszközök továbbra is funkcionálnak majd, nem lesznek képesek sem bejelentkezni, sem letölteni semmit az ezeken a készülékeken, még Android Marketnek nevezett, azóta Play Store-ra átnevezett áruházból, így alkalmazásokat sem, illetve csak más forrásból származó APK fájlokat lehet telepíteni ezentúl ezekre a készülékekre. Persze zene, film és könyv sem lesz vásárolható közvetlenül a Google áruházból ezzel a verzióval, sem telefonról, sem táblagépről, hogyha még valamelyik eszközötök esetleg ezt a verziót használja, érdemes megnézni. Bár igazából túl sok minden nem fogtok tudni vele csinálni, mert valószínűleg az már, ha eddig nem frissült, akkor azután sem fog. Tehát ha csak nem főzitek meg, és főztök rá más romot, akkor gyakorlatilag csak készülékcserével lehet újabb verziójú Androidhoz hozzájutni. De hát azt gondolom, hogy az Eclair az 2.1, az valamikor a 2010-es évek, 2010 környékén. Tehát nem valószínű, hogy valaki még akkori készüléket használ, bár táblagében még előfordulhat. Ugyanakkor valószínű, hogy egy rakás az eszközre már korábban feltelepített applikáció működésében is zavar áll majd be a jövőben, miután a piac térhez kapcsolódó háttérszolgáltatások sem fognak tudni a megszokott módon működni. Az Android 2.1-et a Google szerint egyébként a legtöbb alkalmazás fejlesztője már így sem nagyon támogatja, így akik a szóban forgó verziónál maradnak, nem számíthatnak segítségre az Android Marketen és a Play Store-on kívülről sem a programjaik
működő képességét illetően, tehát ideje frissíteni. Márhogy készüléket. Megyünk tovább. A Microsofttól lop az Apple. Ezt maga Microsoft mondta, elég merész az állítás. Érdekes felvetéssel kezdi a színet a cikkét, ugyanis a Microsoft lenne a tyúk, az Apple pedig a tojás, vagy fordítva ez a kérdés, ugye már mindezt annak kapcsán kérdezi, hogy egyre gyakrabban hallani Redmondból, hogy az Apple csak nézi, mit csinálnak, megcsodálja, majd lemásolja őket. Példaként itt az iPad Pro, ami úgy néz ki most, mint egy tablet, és olyan, mint egy számítógép. Nos, nem épp ez volt a Microsoft ötlete is? Egyébként, ja, ha így nézzük, de hát az ötlet, mert akkor meg kell csinálnia, és azt hiszem az iPad már egy ideje. Bár itt a Pro-ról van szó, de az is már van, igazából, ha úgy nézzük. A színet egyébként a Business Insider-t idézi, ahol Ryan Gavin vezérigazgató elmondta, hogy évek óta tanulják és tökéletesítik a 2:1 termék kategóriát, és amikor a Surface megjelent, mindenki szkeptikus volt, beleértve az Apple-t is. Azután egyszer csak elkezdték követni őket, és láss csodát, megjelent az iPad Pro. Készített is gyorsan egy marketing videót az Apple, amelyben az új tablet számítógépes oldalát hangsúlyozza. Bezzeg a Surface az bizony nem másolt semmilyen Apple terméket. Ha az Apple-t figyeljük, vagy utánozzuk, vagy hát utánoztuk volna, akkor nem készítettünk volna olyan terméket, mint a Surface Pro, vagy a Surface Book, állítja Gavin. Egyébként nem csupán ebben az esetben vádolják egyébként azzal az Apple-t, hogy a Microsofttól lop ötleteket. Nemrégiben az iOS 11. újdonságával kapcsolatban is hasonló vádak hangzottak el, bár az is kiderült, hogy valójában nem a Microsoft feléből pattant ki a szóban forgó ötlet, mégis egy csomóan azt mondták, hogy ezt a Microsofttól lopta. Egy szó mint száz, nehéz a technológiában eldönteni, hogy kié is az elsőbség egy-egy innovációval kapcsolatban, és kár is ezen lovagolni, ugyanis hosszú távon úgyis az a lényeges, hogy mennyire él egy lehetőséggel az adott cég, illetve a felhasználó is, hiszen ennek alapján költenek milliókat ugye az új ötletek megvalósítására a cégek, és hát a felhasználókat is ez alapján kötik magukhoz, nem mellesleg jegyzi meg a színet, ha már itt tartunk, akkor a Microsoft Surface laptop, amelyik valójában egy MacBook Air-szerű gép, akkor az nem lopás, ha így nézzük? Szóval akkor mi is volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Hát és melyik a tyúk és melyik a tojás, ha most a kettő közül kell választani, hogy most az Apple és a Microsoft esetében kérdezzük, vagy tesszük fel ezt a kérdést, akkor melyiket hívjuk tojásnak, és melyiket tyúknak. Egyébként az életben úgy tényleg melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás? Ezért jó a kérdés, mert erre sincs válasz igazából. Logikusan gondolkozva a tojásnak kell előbb lenni, hiszen ugye a tojásból születik a tyúk. De hát, hogy keletkezett a tojás? Mert azt meg a tyúk szüli. Nem, vagy szüli, tolja, nem? Hát most végül is szüli, ha így nézzük. Hát igen, csak ha most belemegyünk itt a filozófiai dolgokba, Dr. Wendel disszertációját meghallgatva, akkor igazából a tojás az, ami csoda, az egy egysejtű lény, nem? Ha úgy nézzük, egysejtű valami. És csak kicsit nagyobb. Ugye? Mert ha megnézzük, akkor a sejtek ilyenek. Egy sejtje van, van középen a kis a sárgája, meg a fehérje, és gyakorlatilag ez egy sejt. És ott van benne, a fehérje igazából az csak egy ilyen burkolat, amiben a sárgája ott próbál majd abból kifejlődni a csirke, ha persze kifejlődik, de ha nem, mert megesszük rántottának, vagy nem tudom, vagy tükörtojásnak, akkor nem fejlődik ki logikus módon. De ha úgy nézzük, akkor ez egy sejtű valami, egy természetesen egy burokban. Tehát valahonnan, ha most visszamegyünk egészen az evolúció kifejlődéséig, akkor ugye először voltak a kis sejtek, aztán utána a több sejtű lények, és így tovább, aztán eljutottunk az emlősökig, vagy hát a főemlősig, és a csúcsragadozóig, ugye az emberig, és még ki tudja, hova lehet egyébként az evolúció, hova fog fejlődni, de ha ezek alapján nézzük, akkor is a tojás volt előbb. Tehát magyarul szerintem a tojás volt előbb. Mondjuk ettől még nem tudtuk meg, hogy most itt ebben az esetben melyik a tojás és melyik a tyúk. Tehát, hogy most az Apple a tyúk, vagy a Microsoft a tojás, vagy fordítva.
Na jó, van, menjünk tovább. És ha már Apple, akkor egy jó ötlet az Apple-től, meglepő egyébként. A ötletekben egyébként általában jó az Apple. Igen, itt pontot mondok. Ugyanis virtuálisan rendezné be a lakásunkat. Összeállt az IKEA-val, és bizony kiterjesztett valóságra építő bútoros applikáción dolgoznak. Az Apple és az IKEA egy közös alkalmazást fejlesztenek, amely a kiterjesztett valóságra építkezik. Az IKEA szerint ez lesz az első AR applikáció, amely valódi vásárlási döntéseket segít majd meghozni. A kiterjesztett valóság a jövőben éppen amiatt nagyon fontos eszközzé válhat. Az app lehetővé teszi, hogy az otthonunkban egy készülék kamerája és kijelzője segítségével virtuálisan bútorokat helyezzünk el, később pedig vélhetően az appon belül magát a vásárlást is elintézhetjük. Ez mekkora ötlet? Mert nekem mindig az a bajom, amikor valamit vásárolni akarok, valami bútort, hát ez most úgy mondom, mintha minden nap vásárolni bútort, de nem, nagy ritkán. Például, mit tudom én, kanapét vettem pár évvel ezelőtt, és az volt a bajom, hogy nem tudtam eldönteni, kétszer-háromszor kellett visszamennem a boltba, mert elfelejtettem lemérni, utána, miután lemértem, akkor is valami miatt még mindig nem tudtam megvenni, mert nem féltem, hogy nem fér el rendesen. Na most, hogyha egy ilyen applikáció segítségével gyakorlatilag valós méretében én bele tudom helyezni azt a kanapét a szobába úgy, hogy az igazából nincs oda a képernyőn keresztül, hogy látom, sőt, még helyezgethetem is a szobába, hogy én ezt hova akarom tenni, akkor látom, mert ugye a méretek is stimmelni fognak, tehát méret arányosan fogja ezt nekem mutatni. Tehát innentől kezdve tök egyszerű ez berendezni a lakást. Tehát nem mérőszalaggal kell majd méregetni, hogy mennyi hely van, meg kinyitva mekkora, meg összecsukva, meg nem tudom, a szekrény ugyanez, ajtó kinyitva, akkor elférsz, tudsz-e mozogni, stb. Odafér-e az egész szekrény sor, hanem virtuálisan oda teszed. Ha nem fér oda, akkor az applikáció jelzi majd, hogy ez bizony nem fér. Ha meg odafér, akkor látod, hogy pontosan melyik falra, hogy szeretné. Tehát igazából már előre be tudod rendezni az applikáció segítségével a szobát, és innentől kezdve tényleg csak egy klikk, és már meg is veszed, házhoz is szállítják, össze is rakják, ja nem, azt neked kell, IKEA, bocs. És aztán összerakod magadnak, és berendez, aztán majd csodálkozol, ha mégse fér el. Mert ugye azért láttunk már ilyet, hogy valahogy az áruházban máshogy nézett ki. Hazavinted, és otthon valahogy nem ilyen. Vagy hiányzik belőle valami, vagy ilyenek. Hát ez ilyen előfordul természetesen. Az app várhatóan már idén össze megjelenik, és kb. 5-600 terméket fog majd kínálni, és azután minden új termék automatikusan megjelenik majd az alkalmazáson belül. Az együttműködéssel jóra jár az Apple is, elvégre gyakorlati haszna lesz végre az AR-nak, és jól jár az IKEA is, mert rengeteg iPhone tulajdonoshoz jutnak el majd a termékei, ezzel egyszerre a világ legnagyobb AR platformját kezdik el fejleszteni. Bár az IKEA továbbira is a valódi üzleteitől várja egyébként az eladások többségét, azért a közösségi oldalakon és online felületeken is igen aktív. Ezt egészíti ki majd a virtuális, illetve egész pontosan, bocsánat, ez nem virtuális, ez kiterjesztett valóság, tehát ugye kiterjesztett valóság applikációjával. Hát, én androidos vagyok. Androidról nem kapunk ilyen kedves IKEA. Ha? Ne búlogassál! Hát akkor majd, ez is csak az Apple-ösöknek a kiváltsága, mi? Ja, na jól van. Menjünk tovább, még van egy pár hírünk. Beszéltem nektek egy pár héttel ezelőtt egy ötletről, hát nem is ötletről, hanem egy elképzelésről, amit Németországban szeretnének a jövőben bevezetni. Méghozzá egy arcfelismerő rendszert kívánnak hamarosan üzembe állítani, és most kezdik el tesztelni. Ugye az arcfelismerő rendszer gyakorlatilag a terror megelőzés jegyében született meg ez az ötlet, ez a fejlesztés, és hát az a lényege, hogy ugyan az utcán elhelyezett térkamerák, azok ne csak úgy legyenek, és vizslassák az utcát, és akkor a hatóságok meg majd nézik a monitorokon keresztül, hanem bizony arcfelismerő algoritmust futtatására is képesek lehetnek a jövőben, ezáltal kiszűrve a potenciális veszélyes embereket. Ugye ez volt az alaphír, és most ott tart a dolog, hogy bizony elindul ennek az arcfelismerős kísérletnek a tesztje Németországban, ráadásul akik jelentkeznek
tesztelőnek, még pénzt is kapnak ért, tehát nem valami sokat, olyan 7700 forintnyi pénzt, de minden esetre itt a fejlesztésen van igazából a hangsúly, nem pedig az, hogy most ezzel pénzt kereshetünk, de az ötlet egyébként sem rossz. Az egyenruhások 275 önkéntes jelentkezését várják, hogy a segítségükkel teszteljék le a hatósági arcfelismerő rendszert. A dolgot persze nem kérik ingyen, fejenként 25 eurót, vagyis nagyjából 7700 forintot fizetnének érte ajándékkártya formájában, amit az Amazonon vásárolhatnának le a résztvevők, írja a német forrásokra hivatkozva a meséből. A tesztben az önkénteseknek naponta többször fel kellene keresniük a berlini Südkreuz pályaudvart, remélem jól mondtam, azok pedig, akik a 6 hónapos tesztidőszakban legtöbbször látogatják meg a vasútállomást, értékes ajándékok közül is választhatnak még pluszban. Az önkénteseknek fotókat és személyes adatokat is kell adniuk magukról a rendőröknek, amiket az ígéret szerint 1 év múlva a hatóság törölni fog a rendszerből. A résztvevőknek emellett egy bankkártya méretű jeladót is magukkal kell hordaniuk. Ez utóbbi az egész teszt kulcsa. Ez a válaszjel segít ugyanis a rendőröknek abban, hogy megállapítsák a megfelelő személyt azonosította a szoftver. A tesztet augusztus 1-én kezdi majd meg a rendőrség Berlinben tehát. Nekem egy kicsit furcsa, az ötlet nagyon jó, aláírom, bármintha a CSI-ban meg ilyenekben már látunk volna ilyet. Tehát nincs ilyen, tényleg nincs arcfelismerő rendszer. Tehát most csomó, ha most csak abban indulok ki, hogy a nagyon sok ilyen garázsban, ilyen autógarázsban már rendszámfelismerő van, meg nem tudom, amivel ugye odamész, tudja, hogy téged be lehet engedni, ki lehet engedni, főleg a kiengedésnél van ez, mert amikor beengednek, akkor ugye ez alapján kerülsz be a rendszerbe, a rendszámod alapján, és ha kiengednek, akkor automatikusan kinyílik neked a kapu, viszont hogyha kifizetted természetesen ugye a megfelelő parkolási díjat. Ez ugye az egyszerűbb fajtája, de ilyen valamilyen felismerő, tehát akár arcfelismerő, akár karakterfelismerő történet, ilyen létezik. Sőt, a biztonsági kamerák nagy része is ugye mozgásérzékelővel van ellátva, tehát ha bármi mozgás van a képen, akkor rögzít, ugye? Illetve egész pontosan nem csak akkor rögzít, hanem már tehát folyamatosan rögzít, csak folyamatosan töröl is, és csak azokat a felvételeket hagyja meg, ahol gyakorlatilag megvan, ugyebár tehát ahol mozgás van, na bocsánat, csak megzavart itt a kolléga, akinek pláne tudnia kéne, hogy most éppen adásban vagyok. Na mindegy. Szóval, hogy az a helyzet, hogy ilyen arcfelismerő történet szerintem már létezik, tehát ezért kicsit furcsa számomra, hogy ezt így most ennyire, tényleg valami spanyol viaszt találtak volna föl, de az mindenképpen dicséretes, hogy a hatóságok ezt bűnmegelőzési szempontból nagyban is szeretnék kipróbálni. Ami még furcsa számomra ez a bizonyos bankkártya méretű jeladó. Na most az úgy mégis hogy? Tehát majd a terroristának is lesz ilyen, és csak akkor fogja beazonosítani, vagy mi? Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy az arc alapján azonosít, akkor minek a jeladó? Hát gondolom most a teszt miatt csak azért, hogy biztos, hogy beazonosítsa, hogy igen, mitől megjött Jürgen, az ő képe itt van, és akkor Jürgen jeladója válaszol, hogy igen, tényleg én vagyok. Tehát ez a megerősítési történet, és gondolom én ennek a hiba arányaiból fogják majd esetlegesen javítgatni a szoftvert, hogyha vannak benne hibák. Jó. Úgyhogy ez van Németországban, Magyarországon nem tudom mikor lesz ilyen, bízunk benne, hogy ne legyen rá szükség, de inkább azt mondom, hogy legyen ilyen rendszer, csak és működjön jól, de ne legyen szükség arra, hogy ez alapján kell embereket azonosítani, sajnos lesz rá szükség valószínűleg. Na, aztán, és még egy ötlet, még egy innováció, még egy hír, ami szintén, hát egy kicsit olyan szívbemarkoló, mondjuk így, gyermekek életét mentheti meg egy 10 éves fiú találmánya. Az egyre fokozódó kánikulában, ami most pláne aktuális, alig telik el úgy hét, hogy ne érkezne hír valahonnan egy autóban hagyott kisgyermek tragikus haláláról.
Bishop Curryt, egy 10 éves texasi iskolást is egy ilyen tragédia gondolkoztatott el. A szomszédjában élő 6 hónapos kislány halt meg egy felforrósodott kocsiban nemrégiben. A folyton különböző találmányokon agyaló kisfiú egy Oasis nevű szerkezetet eszelt ki. A kütyű, ha érzékeli, hogy a gyermek az autóban ül, folyamatosan ellenőrzi a belső hőmérsékletet, és ha elér egy kritikus szintre a hőmérséklet, akkor két dolog történik. A szerkezet egyrészt elkezdi hűteni az autó belsejét, másrészt pedig riasztja a szülőt, illetve a hatóságot is. A Curry család közösségi finanszírozással próbálja megoldani a találmány levédését és a gyártás megkezdését. 5 hónappal ezelőtt 20 ezer dolláros célt tűztek ki a projektnek, ám azóta már több mint 25 ezer dollárt sikerült összegyűjteni. Csak így tovább. Ha megadták volna, hogy hol lehet adakozni, bár lehet, hogy itt van a linkben, akkor még lehet, hogy én is adakoznék, mert ez azt gondolom, hogy egy jó ötlet, és egy 10 éves gyereknek a fejéből pattant ki, azért ez sem egy utolsó történet, hogy itt olyan startupok, meg ötletek vannak, de az, hogy 10 éves gyereknek a fejéből pattant ki, azt gondolom, hogy ez mindenképpen dicséretre méltó. Ott van, igen. Jó. Úgyhogy mindenképpen fontos, hogy is itt lehet adakozni. Jó, Dunéten, 28 ezer dollárnál tart már a történet. Egyébként, és ugye nincs megadva, de megvan, minimum 5 dollárral lehet adakozni, úgyhogy akinek van kedve 5 dollárosával, az nagyjából 1200 forint lehet adakozni, hogyha gondoljátok. Jó, egészségedre, Gábor. Hát a kvantum kommunikációban szerintem én most nem megyek bele, maximum akkor, hogyha nem lesztek megint csak aktívak, de én bízom benne, hogy igen, úgyhogy nézzük is inkább a hozzászólásokat. Ugyanis egyébként a kvantum kommunikáció kapcsán ismételten áttörést sikerült elérni, ami ugye a jövő, mindenképpen a kvantum számítógépek lesznek a jövők, legalábbis ami a teljesítményüket illeti mindenképpen, illetve a kvantum kommunikáció, azért két szóban arról is érdemes beszélni, az gyakorlatilag a világ legtitkosabb, legjobban titkosított kommunikációs megoldása, ugyanis képzeljétek el, hogy ugye többféle titkosítás létezik. Létezik az olyan titkosítás, amely két pont közötti titkosítás, ugye már, ami nem nyilvános titkosítás. Ugye? Mert amit például a neten keresztül mondjuk, mit tudom, elmegyünk a Facebookra, ilyen SSL, meg egyéb titkosítások, meg HTTPS, amiket itt látunk a Gmailben, meg a legtöbb, most már szinte a legtöbb oldal ilyeneket használ, azok úgynevezett nyilvános titkosításúak, ez két dolog kell ehhez, kell egy titkosítókulcs, egy privát titkosítókulcs, meg egy nyilvános titkosítókulcs. Természetesen a privát titkosítási kulcs az, ami a legbonyolultabb, tehát ez egy bonyolult algoritmus, és gyakorlatilag utána a privát, vagy a nyilvános pedig az, amivel a szerver beazonosít minket, és gyakorlatilag egy dekriptáló algoritmus segítségével titkosítja az adatfolyamot. Ez is biztonságos, de azért ez mondjuk úgy, hogy pár évnyi munka, vagy munka, hát egy számítógépnek pár éves számítása során azért ezt úgy föl lehet azért törni. Na itt jön be a képbe a kvantum kommunikáció, illetve a kvantum számítógépe, mert kvantum számítógépe lesz, másodpercek alatt fel lehetne törni ezt a kódot. Természetesen ugye ez is az a technológia, amit majd lehet, hogy... vagy hát biztos vagyok benne, hogyha ez egyszer majd a hétköznapokban is használásra kerül, és nem csak a laboratóriumokban kísérleteznek vele, akkor bizony majd biztos rossz emberek kezébe is jut. Hát gondoljuk csak el, akkor eddig a jelszavaink meg a különböző titkosítások mit sem fognak érni, hogyha egy kvantum számítógéppel rendelkezik valaki. Már pedig biztos, hogy csúnya bácsik is kvantum számítógéppel fognak majd a jövőben rendelkezni, ha majd lesz ilyen. Hát akkor pillanatok alatt föl lehet törni a titkosítást. Na most a kvantum kommunikáció próbálja ezt majd olyan módon levédeni, hogy mégse a nyilvános titkosítással működjenek a dolgok, hanem pont-pont titkosítással. Viszont ahhoz, hogy megfelelő gyorsasággal át lehessen juttatni A pontból B pontba azokat az adatokat, amik szükségesek magához a csatorna titkosításához, na ebben van még hova fejlődni. Jelenleg körülbelül 1200 kilométer tudnak rádióhullámok segítségével, kvantum kommunikáció segítségével eljutatni.
azért az még nagyon kevéske. Gyakorlatilag itt azért ilyen több százezer, vagy akár több millió kilométert is át kéne tudni hidalni, hogyha ezt mondjuk szabványosítani szeretnék. Tehát még van hova fejlődni, de jól állunk, ez a lényeg. Na hát végül is elmondtam a hírt, így fejből, ha már úgy nézzük. Úgyhogy ahhoz képest, hogy kicsit részletesebben is bele akar. Nem akartam belemenni, aztán mégiscsak sikerült. Jó, van egy telefonálónk, úgyhogy vele folytatjuk a műsort. Hello, szia! Szia, Vendi, Zoltán vagyok. Üdv, Zoltán, hello! És azt szeretném kérdezni, hogy Windows 7 telepítésekor kell-e feltétlenül telepíteni az alaplapi telepítő CD-n lévő drivereket? Hát feltétlenül nem, de ajánlott. Sőt, hát igazából én azt gondolom, hogy az a jó, ha föltesszük, mert a Windows is tartalmaz magában néhány úgynevezett alapdrivert, de azok azért nem tökéletesek. Pláne, hogy a Windows 7 ugye már egy elég régi rendszer, tehát ha nem is tökéletes, akkor maximum azért nem, mert nagyon régi. Tehát érdemes a gyártó oldaláról leszedni inkább a frissebbet. Tehát még csak azt sem ajánlanám, hogy a telepítő CD-ről, mert szerintem az is régi, hogyha mondjuk nem egy új gépről van szó, hanem a gyártó oldaláról, az alaplapnak a pontos típusa alapján meg kell keresni a gyártó oldalán a drivert, és azt letölteni, és azt fölé is találni. Értem. Jó, köszönöm szépen, ennyi volt csak. Oké, nincs mit. Köszi, hogy hívtál. Szia. Igen, sőt a Windows 7-nél egyébként még azt a pluszban elmondanám, a Windows 7-nél még kell drivereket telepíteni, mert az nem ismeri még úgy föl. Tehát persze van, amit már igen, de ugye a Windows 10-nél már nem feltétlenül, mert a Windows 10-nél is jött ilyen kérdés, hogy fel kell-e telepíteni egyébként a drivereket, ott nem feltétlenül fontos, hiszen a Windows 10 már a legtöbb gyártóval együtt működve megoldja, hogy a Windows Update-en keresztül lefrissülnek a driverek. Tehát ott nem minden esetben, videókártyáknál van némi késés. Tehát, hogy mondjuk, ha valaki játszik, és mondjuk jó videókártyának, ott lehet, hogy célszerű azért a gyártó oldalról a drivert föltenni, mert a Windowsnak beépített driver, az, illetve beépített, tehát a Windows maga tölt le driver, az azért pici késésben. Nem sok, de egy pici késésben van. Nem tudom, az mennyit számít, van, akinek számítna, ez a lényeg. De 7-nél még kell, mindenképpen. Tyúk helyett egy érdekesebb téma, ezt írja nekünk Dávid. Nagyot újított ma az OTP bank, több millió ügyfélt érint az újítás. Érintéses mobil fizetési szolgáltatás. Tényleg? Ilyeneket csinál az OTP? Én annak is örülnék, ha működne néha. Ugye, mert itt múlt héten például iszonyú nagy gondok voltak. Nem, természetesen most csak kicsit szurkálódok. Oké, rendben. Olvassátok el, én már nem akarok több híreket mondani, maximum nem lesz időm. Vagy mi az, nem lesz kérdés. Azt mondja, hogy Galaxy S7-es sem van, nyertem, ezt írja Oliver. S8-ra megérné-e cserélni, vagy még nem elavult? Köszi a választ. De jó neked, hogy te ilyeneket nyersz. Hol játszott? Hol játszol te ilyesmivel? Vagy mivel játszolta, hogy ilyeneket nyersz? Inkább így kérdezem a dolgot. Én azt gondolom, hogy még bőven jó, tehát most érdemes a cserélni. Persze jobban 8, nem véletlen adták ki, meg ugye egy évvel későbbi modellről beszélünk, úgyhogy nem tudom rá mit mondani, biztos, hogy jobb. De nem éri meg cserélni, tehát nem rossz még az S7 sem. Aztán... Zidén Olivértől. Szia, Vendi, mióta nem vagy a gumiszobában, azóta elfogadhatatlanul rossz a műsor színvonala. Menj vissza, köszi. Hát kösz, hogy csak így küldözgetsz. Hát mi vagyok, egy gumilabda? Ide-oda rugdosunk. Majd visszamegyek. Az meg, hogy elfogadhatatlanul rossz a színvonal, hát ez szerintem ez meg nézőpont kérdése. Van, akinek meg biztos, hogy a mostani műsorok tetszenek jobban, de nem tudom, én bevallom őszintén, én nem nézem. Hát pont azért nem nézem, mert nem tudom ott lenni sem, sajnos nézni sem, de majd vele nézek. Mi az a rossz színvonal? Aztán... lehetséges jövő a VR számára, én tuti kipróbálnám, és itt egy videót linkelt nekünk Roland, méghozzá, ha jól látom, akkor ez egy, hogy hívják ezt, amikor így mész így a Vidán Parkba, így
hullámvasút, igen, rollercoaster, igen, nem jutott eszembe a szó, bocsánat. És ez miért kellene, hogy VR legyen? Ja, hogy ha. Ezzel tudod, mi a baj? Hogy megmutatjuk? De, mert hogy úgy van értelme, hogy nem csak én nézem, hanem a nézők is látnak belőle valamennyit, megpróbálom kinagyítani, jó? Gábor, tehát mindig akkor vágod be, amikor még én... Tehát amikor mondom, akkor nem, de utána meg már, amikor bele akarok tekerni, akkor igen. Na, menj már vissza! Álljál meg! Hát gyűlölöm a Facebook videókat is. Hát komolyan mondom. Na most? Most kitesszük nagyképet, nem tudom kitenni nagyképet. Rá akarok kattint, és nem leszarja, amit én csinálok. Na mindegy. Szóval, hogy nézzétek meg egy pillanatra. Tehát, igen. Igen. Hát ez az egész mű. Tehát, hogy... Jó, oké, elég volt. Csak hogy nekem, tehát hogy, tudod, mi a furcsa ebbe az egészbe? Ugye az előbb beszélgettünk, menj már ezt a videót, komolyan mondom már, tehát ezt az oldalt már, bocsánat. Szóval mindjárt összeszedem a gondolataimat ezzel kapcsolatban, de szerintem ez gagyi. Tehát a következő helyzet, ha én hullámvasúton ülök, akkor én az ülök a hullám, én nem is szoktam becsukni a szememet egyébként, mert imádom látni, hogy megyünk mindenfele, mindenki visít, meg nem tudom, van, aki okádik, és tök mindegy. De a látvány a lényeg, hogy megyünk gyorsan, és magasan fordulunk, bördülünk, mit tudom én. Most vegyek fel egy szemüveget? Komolyan? Amiben jönnek a cápák, meg ilyenek? Hát akkor nem látok semmit kifelé. Hát most ennyire beülhetek egy ilyen, nem tudom, szimulátorba is, ami rángatja össze-vissza a széket, és akkor ugyanazt a vizét mutatja, mert gyakorlatilag úgyis az érzékelésed, hogyha a székkel csinálnak ilyen mozgásokat, akkor ez gyakorlatilag egy helyben is lehet olyat csinálni, mint hogyha azt a hatást, tehát az olyan hatást kifejteni, mint hogyha egy hullámvasútban ülnél, ugyanis a nagy része egyébként a látvány, illetve hát ugye a gyorsulás az, ami miatt érzed, amit érzel a hullámvasúton. Tehát, hogy igazából itt én most nem értem akkor ennek a lényegét. Mert ha AR lenne, tehát, hogy ott valami kivetítőn ott jönnének, vagy az is hülyeség igazából. Tehát nem értem, hogy ennek itt ebben a formában mi a lényege. Tehát értem én, hogy VR, de na látjátok, itt jön be az, hogy minden hülyeséget el lehet adni, én ezt nem igazán akarom, vagy nem igazán értem, de egyébként megnézném, kipróbálnám. Tehát csak azért, hogy megértsem, hogy ez tényleg jó. Már mondjuk abban a szempontból jó, hogy van egy hullámvasút, és akkor nem, mit ér, 5 év után is fölülsz ugyanarra a hullámvasútra, most valljuk be őszintén itt, amikor volt nálunk hullámvasút, jó, az nem a zakatolósra gondoltam, hanem a másikra, de az is, ilyen, mit én, 10 évig ugyanaz volt, ugyanaz a pálya, mit tudom én, ez idő után uncsi, tehát azon már ültem, minek üljek föl, nem is nagyon ültem föl rá egyébként, mert nem éreztem. Itt meg mondjuk a VR-ban, igen, tehát ugyanazon a hullámvasúton ülsz, de mégis más pályán mész, más virtuális pályán mész. Na jó, elfogadom, legyen, valami van benne, na, oké. Okay. Meggyőzhető vagyok, mi? Jó. Menjünk tovább. Rendben. Na, hát akkor mégiscsak tudunk egy picikét a egy-két hírről még beszélni. Nézzük ezt az OTP-t. Na tehát, nagyot újított. Olyan nagyot újított, hogy nekem meg ugrál össze-vissza a böngészem. Ez a Chrome hülyesége. Szóval... nézd, milyen hosszú a hír, hogy ne azért itt ne a műsor végéig erről beszélgessünk. Az elmúlt évek áttörést hoztak az érintéses fizetésben Magyarországon. Most az OTP adatai szerint tavaly először haladta meg az érintéses bankkártyás fizetési tranzakciók száma a hagyományosakét. Hazánkban 1,2 millió okostelefon rendelkezik az érintéshez szükséges NFC technológiával, amely egyre több megfizethető középkategóriás okostelefonban is elérhetővé vált már, így egyre többen engedhetik meg maguknak, hogy ilyet beszerezzenek. Erre reagálva az OTP az általa
gründolt Simple alkalmazás részeként a mai napon elindította érintéses bolti mobilfizetési szolgáltatását. Ez jelenleg csak az OTP ügyfelek számára érhető el, ami több millió embert jelent egyébként. De az, hogy az egyébként mobil szolgáltató és bankfüggetlenül használható Simple alkalmazásba építették a funkciót, az azt jelzi előre, hogy később jó eséllyel bárki fizethet majd ilyen módon a boltokban a telefonjával, aki elvégzi az ingyenes Simple regisztrációt, és persze, aki már most is használ, vagy vesz magának egy NFC-képes androidos telefont. Mert hogy ugye ez is az androidos telefonoknak a sajátosság, az NFC. De az nem az NFC? Hát igen, de ezek szerint, hát nem tudom, miért emelték akkor ezt itt ki. Akkor ezek szerint iOS-en, hogy igen, ott is van. Akkor meg még ráadásul ferdít is a cikk. Jaj! Az új érintéses szolgáltatás igénybevételéhez az OTP bank által kibocsátott Mastercard vagy Maestro bankkártyára, valamint NFC képes minimum 4.4-es Android rendszert futtató telefonra van szükség. Az előny, hogy a kártyának nem is kell érintősnek, azaz PoiPass képesnek lennie, hiszen a Simple alkalmazásban történt kártyaregisztráció után a mobil készülék veszi át a kártya szerepét. Az alkalmazás új funkciójának érdekes előnye az is, hogy össze lehet kötni a fizetések során a postterminálokon megadható PIN kódot a telefon zárolásánál felhasználható kóddal. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor a felhasználó fizetni szeretne, nem kell más tennie, mint feloldani a telefonját, és már érintheti is a terminálhoz, így biztonságosan lehet vele fizetni. Így aztán a hasonlóan érintéses PayPass kártyákkal ellentétben 5000 forint feletti vásárlásra is van mód PIN kód bepötyögése nélkül, hiszen a PIN-t kiváltja a telefon képernyő zárának feloldása. Tehát ez mondjuk egyéb esetekben, úgy gondolom, akár az új lenyomatos feloldás is működőképes lehet, tehát megvalósul az új lenyomattal való fizetési lehetőség is. Jó ötlet, és bízunk benne, hogy más bankok is bevezetik, vagy ezt tényleg kiterjesztik a többi bank ügyfelére is, mert én például nem ennek a banknak vagyok az ügyfele. No, oké. Okay. Köszönjük szépen a hírt Dávidnak. Menjünk tovább. Van már egy másik bank is, aminél már egy éve lehet okostelóval fizetni. Én használom is ezt a dolgot. Csak így fizetek már mindenhol, viszont nálunk sem működik iPhone-on, szerintem itt sem fog. Igen, mert az iPhone-nak az Apple Pay-es NFC, tehát igazából ott az NFC benne, mint technológia, de az Apple így bezárta azt egy ilyen burokba, és csak és kizárólag ilyen Apple Pay-jel enged fizetni. Na most hát ez nem Apple Pay. Ez sima NFC, ami egyébként tök sok mindenre jó lehet. Nekem is van a telefonomban, néha ki is írja a bankkártyámnak a számát, mert ha véletlenül a pénztárcám és a telefonom egymás mellett van, akkor néha azt érzékeli, mintha én hozzáérintettem volna a bankkártyámat, és NFC kommunikációt akar vele kezdeményezni, mert hogy ugye NFC-vel le lehet olvasni a bankkártyát, hogy Card Reader nevű alkalmazásra letöltetek, akkor például érdemes kipróbálni csak poénból esetleg, hogy oda teszed a bankkártyádat, és szépen, már ha PayPass-os a bankkártyád, mert ugye az működik maximum NFC-vel, akkor gyönyörűen kiolvassa az adatot belőle. Tehát így megmutatja a bankkártyádat és a számát, és STB, és el tudod menteni, és egyébként vannak erre egyéb alkalmazások, amikkel egyébként ezt meg tudod csinálni. Tehát, hogy le tudod úgymond idézőjelben másolni a bankkártyádat. Azt hiszem ennek az alkalmazásnak a fizetős verziójával is meg lehet csinálni. Tehát le tudod másolni a bankkártyádat a telefonodra, úgymond, és a telefonodat is tudod a bankkárt érintett, csak PayPass-ra használni. Ilyen módon. Tehát ez már egyébként nem egy újdonság. Tehát, hogy újdonság persze itthon, meg ennél a banknál, de egyébként létezik ez a szolgáltatás már egy ideje, meg az NFC is egy új keletű történet. Jó! András írja nekünk, Szeva, ez a grafika ratyi, de modern grafikával elfogadhatóbb lenne, demóban is kevés lenne. Ha ezt akarnám terjeszteni, ütős grafikát alkalmaznék, hogy legyen értelme. Itt kifejtett, miről van szó, kedves András, mert hogy... Nem vágom. Mit? A hullámvasút?
Ja, hullámvasút. Hát most már, bocs, de itt egy YouTube videót láttunk. Tehát ez lehet, hogy YouTube, vagy YouTube, mi ez? Facebook videót láttunk. Tehát ez simán betudható a Facebooknak, meg annak a minőségének. Meg ugye az, hogy te ezt mi most számítógépen keresztül kijátszottuk, te meg otthon láttad. 500 millió kódoláson keresztül ment. Nézd meg, valószínűleg egyébként a VR szemüvegben nem ilyen a képe, mint amit most láttunk. Úgyhogy ne ebből induljunk ki. Jó? Tehát, hogy gondolom, ha ilyet fejlesztenek, akkor nem hiszem, hogy olyan nagyon gagyi lenne a grafika, bár lehet, hogy te már ültél benne, és azért mondod azt. Fogalmam sincsen. Hogy miről van szó, ha egyáltalán erről van szó? Mert egy bármiről szó lehet, mert nem. Tehát az a baj, a félmondatos kommunikáció, hogy így, ha csak oda böffentetek valamit a Facebookra, azt nem minden esetben értjük. Tehát tessék kerek egész mondatokba úgy valahogy belőni, hogy miről akartok beszélni, mert próbálok én gondolatban, hogy mondjam, fókuszálni arra, amiket írtok, csak ugye néha később érkezik meg az üzenet, és már, mit tudom, 5 perce vagy 10 perce beszéltem róla, de 2 percért az üzenet, tehát gondolom, igen, be kell gépelni. Ja, még ez is lassú, nem? Ezért kell telefonálni, ott lehet real-time beszélgetni. Jó, ja, meg Skype-olni is lehet. Ne, hogyha elindítottam volna. Az utolsó 2 perc elindítom a Skype-ot, jó? tv.fixhd. Ez a Skype-os címünk, ezt is használhatjátok. Én csúszok le folyamatosan? Nem én csúszok le egyébként folyamatosan. Tudom, mi a baj. Az, hogy rosszul van komponálva a kamera, az egyik baj. Nekem kellett följebb ülni, hogy beleférjék a képbe, és ráadásul ez a széket már tönkretettétek. Az állandó borogatásotokkal. Hát ilyen holttere van. Tehát, hogy gyakorlatilag mozgok vele, és lejjebb csúszok, meg így hanyatt esek a fotelbe, vagy mi ez a székbe. És egyébként szó szerint néha hanyatt szoktam, csak így mellesleg mondom. Ti nem tudjátok, hogy én miket élek itt, tehát néha a két kedves kolléga jó voltából. Tehát ő nekik az a mániájuk, hogy kinyitják a széken ezt a izét, amivel így gyakorlatilag így az ebbe dob egy ilyen átast. És amikor az ember így beleülne a székbe, csak úgy belehuppan, akkor így rögtön hanyatt is esik vele. Tehát, hogy tök jó buli, csak éppen mondjuk az én 96 kilómmal, ha így belehuppanak, akkor lehet, hogy a széknek így meg is recsen a nem tudom, a háttámlája. Meg így szerintem egyébként nem csak az én 96 kilómról van itt szó, hanem úgy egyáltalán is, és ez azt eredményezi, hogy a szék már amúgy is hátra platcsan, anélkül, hogy mikor be van nyomva, akkor is. Úgyhogy köszönöm a kedves kollégáknak, hogy tönkretették a székemet. No! Most, hogy kimorogtam magam, bejelentkezek a Skype-ba. Már komolyan mondom, már összekeveredek itt a sok technikai kütyű között. De tényleg! Jó, no, megnézzük a videók alatt is, hogy mi a sztori. Nekem Windows XP-n van, írja János. De jó neked, János! Nekem meg mindjárt lesz. Nem, tényleg a hétvégén megint XP-t kell telepíteni, mert láthattátok, hogy már aki mondjuk már esetleg nézte az adás előtt, már ugye restart előtt is az adásunkat, meg időnként így, hát nem, betegeskedik a mi kis adást lebonyolítunk, a kis drága. Ez a Windows update, ez nem tett túl jót neki. És az igazság, hogy közben a RAID rendszert is így hozzáigazítottuk, és most úgy egyszerűen csak visszatenni a régi rendszert, azzal csak egy gond van, azzal nem lenne gond, csak éppen nem látja a tárolókat onnantól kezdve, mert azt is frissítettük. Most azért 8 terányi tehát adatot megint ide-oda mozgatni, újraformázni, újrapartícionálni, a RAID-be... mit szoktam mondani, Gábor? A nincs kedvem. Ez a nincs kedvem kategória, viszont valamit csinálni kell vele. Mert az, hogy háromszor arra keltenek föl egy héten legalább engem a kedves mobil szolgáltató, vagy a kábel szolgáltató, hogy várni, kifajott a kép. Miközben nem is az én dolgom ezzel foglalkozni ezen kívül. Na mindegy, tehát hogy nézzétek el nekünk. De betegeskedik, úgyhogy majd meggyógyítja. Wendy doktor, doktor Wendy majd meggyógyítja remélhetőleg hamarosan, ha lesz egyszer időm rá. No! Jenő írja nekünk, lehet én is leváltok függetlenre. Válts, az mindig jó. Függetlenek lenni mindig jó. Már hogy attól függ, de úgy egyáltalán igen. Mike írja nekünk, a szolgáltató fogja akkor majd tovább engedni, minden szolgáltató másképp csinálja, én nekem ezért volt külön világéletemben független telóm, hogy ilyen fennakadás ne legyen. Hát igen, mondjuk a telefon
telefonok esetében, tehát igen, tehát valaki valamelyik szolgáltatótól vásárol telefont. Az a baj, azért mosolygok, mert úgy látszik, hogy itt is csak az jön át az embereknek, egyébként, amikor a szolgáltatótól két fillérekért hozunk ki telefont, nem persze nem két fillér, hanem, de mondjuk kihozzuk egy forintért az iPhone-t, mondjuk csak egy példát mondtam, az olyan milyen jól hangzik, nem? Hogy bárkinek lehet iPhone-ja, egy forintért, amit utána persze nagyon sokat fizet érte havonta, és ha jó belegondolsz, akkor jóval többet fizetsz érte, tehát ott azokat, te mint a felvenni egy hitelt, rá is olyan, nem? Tehát végülis, ha felveszel hitelt, akkor hirtelen lesz pénzed, veszel belőle valamit, ugye? Mert azért veszel föl hitelt. De az nem a te pénzed, az a banké, azt vissza kell fizetni. Na úgy ugyanez a helyzet, egy forintért kapsz egy telefont, az is csak egy jelképes egy forint, ugye? És utána a szolgáltatónak te az gyakorlatilag részletekben fizeted vissza, jó nagy THM-mel, meg ugye belekényszerítenek egy nagyobb tarifacsomagba, amire lehet, hogy nincs is szükséged, bla bla bla. Tehát azért ezt is gondoljuk át, mert persze még mindig olcsóbb, mint hogy egybe te úgy a mellény zsebből rakják ki 3 kilót mondjuk egy telefonra. Tehát nem úgy értem, hogy olcsóbb, mert nem olcsóbb, pont hogy nem olcsóbb, csak egyszerűbb, tehát célra vezetőbb megoldásra tűnik, hogy rögtön tudsz venni egy drága jó telefon magadnak, és nem kell rögtön kipengetni érte a pénzt. Ám de a függőség, ugye? Tehát ha egy szolgáltatótól veszel telefont ráadásul, azért kapod úgymond ezt a lehetőséget, ami igazából egy lehetőség is, meg egyfajta ilyen elkötelezettség is, mert hát, hogy te ott annál a szolgáltatónál maradjál, akkor még legalább 2 évig. Mit csinálnak? Bezárózathoz zárják a telefont. Tök logikus. Hát hülyék lennének független telefont adni, hogy utána azt gondold egyszer csak, hogy én most megvettem olcsón a telót, de most már tovább állok, mert a szolgáltató nem tetszik, nem csinálunk ilyet. Hát ezzel fejezzük ki, úgymond a lojalitásunkat, illetve fejezzük, hát ők fejeztetik ki velünk, mert hozzázárnák a hálózathoz. Tehát igazából itt is csak ezt akartam ezzel az egészen érzékeltetni, hogy valahogy azt a részét elfelejtjük, hogy ez a szolgáltató, ez egy gesztus, hogy te vehetsz tőle részletre telefont, úgymond. Tehát, hogy azért nem véletlen, hogy ők onnantól kezdve bebiztosítják magukat. Tehát ez egy ilyen bebiztosítás, semmi más, ha így nézzük. János írja, hogy a Windows XP szerintem jó. Hát attól függ, mire. Tehát, hogy itt most egy operációs rendszerről beszélünk, a maga módján, ráadásul egy 16 éves operációs rendszerről beszélünk, ami hát persze a maga módján valamikor tök jó volt. Manapság meg én azt gondolom, hogy azért hasonlítsuk, ne hasonlítsuk össze, mert nem lehet összehasonlítani, de azt gondolom, hogy manapság meg a Windows 10 a jó. Tehát, hogy fejlődik fejlődik a kor, fejlődnek az elvárások, fejlődnek az operációs rendszerek is. Nem, azért mondtam, hogy nem érdemes összehasonlítani, mert nem lehet összehasonlítani sem tudásban, sem stabilitásban, sem úgy egyáltalán. Természetesen hát hardware is kell hozzá. Tehát logikus, hogyha van egy 1000 éves gépünk, azon lehet, hogy a Windows 10 nem fog olyan jól menni, azon lehet, hogy a Windows XP megy jól, viszont ha veszel egy mai gépet, azon meg nem tudod föltenni a Windows XP, nem tálsz hozzá driver. Tehát, hogy valamit valamiért, persze, hogy azoknak jó a Windows XP, akiknek olyan gépük van, amin igazából csak az megy el jól. Tehát, hogy azoknak jó. De egyébként sajnos másra, túl sok mindenre már nem igazán. Se támogatást nincs hozzá, biztonságilag nulla, szoftvereket se nagyon fejlesztenek rá, tehát minden elavult már. Persze a régi dolgokat lehet használni, csak egy böngésző, amikor találnak havi szinten sok száz hibát és javítják, csak éppen az XP-sek már nem kapják meg, akkor ott elég nagy veszélybe vagyunk böngészés terén, én azt gondolom. Vagy vannak azok, akik azt használják, úgyhogy célgépekhez még mindig jó lehet akár, mint ahogy nálunk is célgépekhez még jaj. A célgépekhez még valószínűleg mi is vissza fogunk állni, kénytelenek leszünk, bármilyen is akartunk fejleszteni. Aranyos vagy, Krisztián, hogy próbálsz ebben nekem segíteni. Ez nem informatikai, de teljesen előre húzod a háttámlát, és úgy fixálod rá, nem fog egyáltalán nem lesz holtjáték. A háttámlát elő van. Vagy hogy előre? Ja, bele így leesek. Hogy előre? Ja, hogy úgy előre. Egyébként lehet benne valami, mert ez is nagyon hátra van húzva. Csak kilógok képből, így hülyén néz ki. De mindegy, mert úgyis vége a műsornak.
De egyébként ez a háttámla, tehát így figyelj csak ide, majd mutatom, jó? Így talán látszik. Tehát, hogy van háttámla, nincs háttámla. De egyébként tehát nem azzal van a baj, hanem mert itt stabil, ha tartom a seggemmel, a fenekemmel, bocsánat. De ha dőlök, és közben be van fogva, tehát ez a baj ezzel. Mindegy. Tönkre tesznek ezek mindent. Az én idegeimet is. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap is jövünk, úgyhogy 7 órától itt leszek. Nézzetek. Szevasztok.